A tavaszi szezonban elkezdődik a kültér építése, szépítése. Sokan gondolkodnak térkövekben, amelyek különböző felületekben, technológiában vannak jelen a trendekben, még továbbra is népszerűek az antracit hatásúak, de egyre nagyobb teret hódítanak a pasztelszínek. A kertünk szépítése előtt a téli időszakban elhalt növényeket el kell távolítanunk. Ezt követően a burkolatok karbantartását, tisztítását érdemes elvégezni. De gondolkodhatunk felújításban, például új térkövekben. Ha épülethez választjuk egy térkövet, akkor mindig a legnagyobb tömegű színhez kell hozzáválasztanunk. Vagy egy markáns kiegészítő szint, vagy egy ettől elütő szint választunk, vagy mondjuk, ha egy tetőnek van egy nagy egyszínű tömege, akkor valamilyen hasonló árnyalatú burkolatot tervezünk mindig az épület köré, vagy a kerti bevezetéshez is. Mennyire jelennek meg a térkövek mellett egyéb kombinálható alapanyagok, például kavicsok, füveg, mennyire tudunk így is komplexen, kollekcióban gondolkodni, hiszen harmóniában vannak egymással a termékek. Így van, a természetes anyagokat és a mesterséges anyagokat mind a térkő mindig kombinálhatjuk egymással, ez egy újabb trend is. Ezért is jó, hogyha valakinek megvannak a saját ízléséhez mérten nagyon jó ötletei, de nagyon jó az is, hogyha egy kertépítő szakembernek a tanácsait vesszük ilyenkor mindig figyelembe. Itt a győri bemutató kertünkbe is, hogyha valaki bejön, nagyon szívesen egy házruházott kép alapján már a stílushoz tudunk neki burkolatokat ajánlani. De ezt most már építőanyagkereskedők is felismerték, szakkereskedők is, ahol tipikusan csak térkő vagy kertcentrumok kínálatát nézzük, de általános építőanyagkereskedésekben is már van legtöbb helyen felkészült kollega, aki stílus tanácsadásban, termékválasztásban tud segíteni. Felületekben a térkövek között milyen különbségek vannak, akár technológiában is? Egy nyers legyártott kőnél egy színezett koporéteget találunk, vagy egy szürke koporéteget. Színezésnek van többféle technológiája, tehát láthatunk itt is márványozott felületi megjelenés biztosító köveket, láthatunk homogén egyszínű köveket. Amikor ezek elkészültek, ezek a termékek, akkor ezek még egy felületnemesítésen még áteshetnek. Ez lehet egy szemcseszórás acélsüréttel, egy szemcseszórás homokkal, ami a felületeket érdesíti, elkoptatja ezt a festett koporéteget. Igazából egy megmunkált felületet tudunk ezzel létesíteni. A legegyszerűbb eljárás pedig az antikolás, amikor ugye egy egymáshoz ütődő köveknek a kölcsönhatása folytán egy letöredezett perem, egy karcos kőfelület alakul ki, és egy ideig ez biztosítja az antikódon hangulatát a beépített burkolatnak. Mindig fontos, hogy az épület és a burkolat harmóniában legyen egymással. Teherbírásnál is jellemző túlméretezzük a burkolatainkat. Tehát egy gyalogos forgalomra méretezett burkolat az esetek döntő többségében azért személygépkocsis forgalmat is kibír, egy személygépkocsis forgalomra méretezett burkolat az esetek döntő többségében egy teherautós forgalmat is kibír. Nem napi forgalomra kell ilyenkor gondolni, de évente 4-5-ször, amikor egy kandallófát behoznak, kertényesedéket akarják elszállítani, a kert továbbépítéséhez behoznak egy autónyi humuszt, tehát ehhez egy több tonás autó bejön, ezt egy jól méretezett burkolatnak el kell viselni. A modern épületekhez mindenképpen a hosszú, egyenes vonalú, teljesen letisztult, egyszínű formátumú köveket szokták kiválasztani. Ezeket ajánljuk mi is, mint például ez is, ami nálunk. Ezek hosszant irányú kövek, 20 centis sávosztással és a szürkének a különböző árnyaltérben jelennek meg. Ugyanakkor egy hagyományosabb, lassan a mediterránusabb hangulatot, visszahozó hangulatú burkolatokat is kínálunk. Ezeknek is nagyon nagy a keresettségük. Hát ez sok mindennel összefügg, egyrészt az ízléssel, másrészt meg tetszik, nem tetszik, a környezeti változások miatt Magyarország is lassan mediterrán ország lesz. Térköveknek még milyen egyéb felhasználási területei vannak a burkolatokon kívül? Burkolatokon kívül még felület stabilizálásra használhatunk térköveket, illetve ennek egy speciális változatát, az üregekkel rendelkező gyepkácselemeket, illetve egy térben kiépítendő úgynevezett rézsükő verziókat. A térkövekből lépcsőket, falazatokat és kerítéseket is ki lehet alakítani.